Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Először tekintsék meg híradónk tartalmát. Megtartotta alakuló ülését Kisoroszi új képviselőtestülete. Nádas Péter, Kossuth Díjas író és Márton László drámaíró tartott előadást Kisorosziban a Hely szelleme című rendezvénysorozat második alkalmán. Sportrovatunkban a Tahitótfalu Perbál, valamint a Dunabogdány Szigetgyöngyel labdarúgó mérkőzésekről láthatnak összefoglalót, és tájékoztatunk a tabellák állásáról. Halálának 101. évfordulóján Görgei Artúr tábornokra emlékeztek Visegrádon. Pál Feri atya tartott előadást a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Megtartotta alakuló ülését Kisoroszi új képviselőtestülete. A himnusz eléneklésével kezdődött az időközi önkormányzati választáson mandátumhoz jutott új kisoroszi képviselőtestület alakuló ülése. Kecskés Lászlóné, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a választás eredményét. Elmondta, 814 a névjegyzék alapján a választópolgárok száma. Ebből 512-en jelentek meg. A megjelenés Kisorosziban mindig magas százalékú. Jelen szavazásnál és a mostani szavazásnál is 63% volt a résztvevők aránya. Úgyhogy itt mindig mindenki úgy érzi, hogy hozzá kell ezzel járulni, hogy megtiszteljék azzal, hogy megjelenik a szavazáson. Az alakuló ülés folytatásában Molnár Csaba polgármester és a négy képviselő, Benedek Károly, Havas Henrik, Surányi Péter és Kovács Sándor eskütételére került sor. Kisoroszi fejlődésének előmozdítása érdekében. Kisoroszi fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Törvény írja elő, hogy az újonnan megalakuló testületnek fél éven belül felül kell vizsgálnia szervezeti és működési szabályzatát. Ezzel kapcsolatban Molnár Csaba kérte a képviselőket, tanulmányozzák át az önkormányzati törvényt, a hatályos SMS-szel kapcsolatban pedig fogalmazzák meg véleményüket. A polgármester elmondta, alapvetően szeretné átalakítani a bizottsági struktúrát, mivel az alacsony létszám miatt egy bizottság létrehozására tesz majd javaslatot. Emellett szeretne tanácsnokot bevonni a testület munkájába, és a nyaralósok delegáltjai is tanácskozási joggal részt vehetnek az önkormányzati munkában. A döntés azonban továbbra is az 5 fős képviselőtestület kezében marad. Az alakuló ülés kötelező napirendi pontja a polgármester illetményének vagy tiszteletdíjának, továbbá költségtérítésének megállapítása. Molnár Csaba társadalmi megbízatású polgármesterként a törvényben meghatározott polgármesteri illetmény felét 199 000 forintot kap majd tiszteletdíjként havonta, költségtérítésként pedig közel 30 000 forint illeti majd meg. A képviselőtestület a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló határozati javaslatot elfogadta. A szavazást követően az alpolgármester személyéről döntöttek a képviselők. Az alpolgármester személyére az SMS értelmében polgármester tesz javaslatot. Én alaposan végig gondoltam a képviselőtestület tagjai közül, hogy ki az a személy, akit felkérek arra, hogy az alpolgármesteri tisztséget ellássa. Ez, hát biztosan mondhatom önöknek, hogy én nagyon keményen megtanultam, hogy az alpolgármesteri tisztség az egy bizalmi állás az elmúlt években. Ebből fakadóan fontosnak tartom azt, hogy az a személy, akit alpolgármesteri tisztségre jelöljünk, mindenképpen a falu lakosságának a tiszteletére méltó legyen, illetve a falu támogatását el tudja nyerni, és elnyerje. Molnár Csaba Benedek Károlyt jelölte meg alpolgármesterként, aki a felkérést elfogadta, majd a javaslatról titkos szavazással döntött a testület.
Az eredményt Havas Henrik képviselő ismertette. 4-1 arányban megszavazta a testület. Az alpolgármesterről gratulálok. Köszönöm. Miután Benedek Károly alpolgármester is letette az esküt, tiszteletdíjának és költségtérítésének megtárgyalására került sor. Őriné dr. Mezei Orsolya jegyző elmondta, hogy a település adottságai alapján társadalmi megbízatású alpolgármesterként 179.500 forint tiszteletdíj és közel 27.000 forint költségtérítés illeti meg az alpolgármestert. Benedek Károly kijelentette, a tiszteletdíjáról lemond, csupán a költségtérítést veszi igénybe. A testület tagjai az alpolgármester felajánlását elfogadták. Végül a képviselői tiszteletdíj került napirendre. Molnár Csaba elmondta, az elmúlt időszakban nem vettek fel tiszteletdíjat a képviselők. Ő most mégis azt javasolja, hogy egy minimális 20.000 forintos összeget szavazzanak meg a képviselőknek. Mindenki tudja, aki figyelemmel kísérte az önkormányzat eddigi működését, hogy nem vagyunk könnyű pénzügyi helyzetben. Ettől függetlenül a feszes költségvetési helyzet ellenére, mivel én lemondtam a fizetésemnek a feléről, ebből fakadóan semmiféle zavart nem okoz a költségvetésünknek az, hogy az év hátralévő részébe ezt az összeget a képviselőknek ki tudjuk fizetni. Én úgy érzem, hogy a képviselői munka megbecsülése nyilvánvalóan nem ezen a 20.000 forinton múlik. A képviselők Molnár Csaba javaslatát támogatták azzal, hogy tiszteletdíjukról a későbbiekben valamilyen konkrét ügy támogatása céljából lemondhatnak. Zárszavában Molnár Csaba polgármester elmondta, sok határidős döntés vár a testületre, ezért sűrű időszaknak néznek elébe. Hamarosan szavazniuk kell a révpályázat, a zárszámadás és a belső ellenőrzés ügyében. Emellett mielőbb szeretne egy falugyűlést is összehívni a polgármester, mivel több témában szeretné kikérni a lakosság véleményét, és az átadás-átvétel tapasztalatait is szeretné megosztani az érdeklődőkkel. Nádas Péter Kossuth-díjas író, valamint Márton László drámaíró tartott előadást Kisoroszliban a Hely szelleme című rendezvénysorozat második alkalmán. A Mészöly Miklós Egyesület és Kisoroszi önkormányzata 2016-ban indította útjára a Hely szelleme, a hely jelentősége az új magyar prózairodalomban című rendezvénysorozatot, melynek második alkalmán a település által nemrég megvásárolt újvári műteremben gyűltek össze az irodalombarátok és a meghívott előadók. Az eseménysorozat alapvető célja kisoroszi irodalmi hagyományainak ápolása és felélesztése, írók, irodalomtörténészek, esztéták, kritikusok és szemtanúk közreműködésével. Nádasdy Csontos Elek polgármester előjáróban elmondta, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló ház korábban Újvári Ignác műterme volt, aki a 19. század kiemelkedő festői közé tartozott és pályája csúcsán Kisorosziban élt és alkotott. Szörényi László távollétében Jankovics József, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnöke köszöntötte a résztvevőket. A mai alkalom valóban egy hagyomány elkezdéséről szól, mert ha kettő, az már majdnem egy sorozat vagy egy sorozat kezdete, és ez a második alkalom, és idefelé a buszon pedig már azt terveztük, hogy vajon az ősszel mit fogunk itt csinálni. A hely szellemei azok még továbbra is működnek, és a szellem helyei is lesz akkor ez a kis vidék. Úgyhogy mindig örömmel és szeretettel jövünk ide, mert örömmel és szeretettel foglalkozunk azoknak a műveivel, az életművével, a hagyatékával, akik valóban kisoroszi termékei. Elsőként Márton László író, az író elvonul az írás magánya és a társas élet címmel tartott előadást. Néhány személyes emlék elmesélése után Mészöly Miklós munkássága kapcsán három olyan helyszínt vázolt fel, mely meghatározó volt az író életművében. Ezek közé tartozott a szülővárosához, Szekszárdhoz kötődő Dunatáj, Budapest és a Városmajor utca, valamint Kisoroszi a maga páratlan Dunaképével és a települést körülölelő festői tájjal. El volt ragadtatva ettől a tájtól egyszer egy interjúban, azt mondta, hogy egy igazi kis paradicsom. Nyilvánvalóan, amikor valaki felnőtt fejjel kerül egy helyre,
a Duna az meghitt ismerőse lehetett, de lehet tudni, hogy a kisoroszi őslakosokkal hamar barátságot kötött, be is került, és érdekes módon naplójegyzeteibe meg eszébe is bekerültek itteni benyomásai. Közben pedig van ennek a másik oldala, hogy itt igen intenzív társas élet is folyt. És azt hiszem, hogy a kisoroszéban élő művészek doajenje volt a Mészöly Miklós. Baranyai László, Nagy Boglárka és Futaki Horog József helytörténész személyes meglátásaikkal is kiegészítették az elhangzottakat. A délelőtti program Márton László Hamis tanú című könyvének dedikálásával és közös ebéddel zárult. A rendezvény Nádas Péter előadásával folytatódott. A Kossuth Díjas író elsőként egy közös sétára invitálta a részvevőket az újvári műteremhez tartozó hangulatos kertben, majd Bagi Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem tanára beszélgetett a szerzővel. Társalgásuk vezérfonalát Nádas Péter Mészöly Miklóssal való baráti és szakmai kapcsolatának bemutatása, valamint nézet eltéréseik és nézet egyezéseik képezték. Szóba kerültek érdekes, személyes történetek is a két író közös múltjából. Élvezte, hogy benne legyen a természetbe, de nem csak, hogy benne volt a természetbe, tehát a szabadban dolgozott, hanem meztelenül dolgozott a szabadban, és néha női látogatói akadtak, és akkor, ha melege volt, akkor rögtön így meztelenül le is zuhanyozott. A zuhanyozás az úgy nézett ki, az az én találmányom volt, hogy egy locsolókannát fölakasztottunk a faágra, ez volt a fürdőszoba is egyben, és meghúztuk egy zsinórral, és akkor az megdőlt, és jött a víz. És a Miklós az mesztelenül szeretett ülni és dolgozni, úgyhogy mindig messziről ordítani kellett neki, és akkor fölhúzta a gatyáját, és akkor lehetett hozzá menni. Az esemény végén Nádas Péter dedikálta a Világló részletek című legújabb szerzeményét. Az egésznapos rendezvény moderátora Szkárosi Endre költő, a Mészöly Miklós Egyesület ügyvezető alelnöke volt. Mai sportrovatunkban a Tahitót falu perbál, illetve a Dunabogdány Szigetgyöngye labdarúgó mérkőzésekről láthatnak összeállítást, majd tájékoztatunk a tabellák állásáról. Így a szezon végén Tahitót falunak bizony igen combos sorsolása van, ugyanis az utolsó előtti körben Perbált fogadta a csapat, még az utolsó fordulóban majd a bajnoki címért, a szintén bajnoki címért küzdő Üröm ellen kell megmérkőzni a fiúknak. A Tahitót falu játékosokat majd sötét szerelésben láthatják a kedves nézők, míg értelemszerűen a vendég perbáli labdarúgók bordó mezben léptek pályára a mérkőzésen. A találkozó elején rögtön egy kiskutya szaladt a pályára, amit Szabó Róbert távolított el. És amikor minden gond elhárult a találkozó lebonyolítása előtt, akkor Tahitót falu kezdte jobban a mérkőzést egy helyzettel, de nem sikerült kaput találni a hazaiaknak. Nem úgy néhány perccel később a perbáli játékosoknak 1-0, jobban mondva 0-1, Szili Ákos a 16. percben szerzett gólt, ezzel tehát Perbánál az előny. Hát azért ez nem olyan nagy meglepetés, hiszen Perbál a bajnoki címért küzd, Tahitót falu pedig már fordulók óta biztos, hogy az utolsó helyen zárja ezt a szezont. Itt is egy óriási lehetőség a vendégek előtt. Nagyon nagyot mentett a védelem. Csiki Dávid már verve volt. Még egy szöglet, ebből már volt gond. Csiki megfogja a labdát, jobban mondva belerúgták a vendégek a Tahitót falu kapusába. Sok köze nem volt ehhez Csikinek, de hárítani tudott. Óriási szélben rendezték egyébként a mérkőzést, ez nyilván kihatással volt a találkozóra. Nem is kicsit. Itt is egy lehetőség a vendégek előtt. Hát talán a szél fújta mellé a labdát. Aztán fordulunk, jönnek a hazaiak. Óriási bravúrt kellett bemutatni a Tóth József kapusnak. Majd az oldalhálóban landolt a labda. Hiába volt napsütés, meglehetősen hűvös időjárási körülmények voltak a szél mellett, tehát ez is jócskán mellé. Nem volt túlságosan látványos az első félidő, mindössze egy gólt láthatott a kilátogató közönség.
azt ugye Perbán szerezte. Itt viszont rögtön megszületik a második gól, méghozzá a 49. percben Márki András talált a kapuba. 0-2, hát eldőlt a meccs. Mondhatni, azért innen nem lesz könnyű felállni a Tahitótfalunak. De megpróbálják a hazaiak, Józsa Zoltán lőtte kapura a labdát, Tóth József tenyerelte ki, középre ment Józsa lövése. Így nem volt túlságosan nehéz dolga Tótnak, ám azért erő volt benne jócskám. Itt Szabó Rihárd emelt kapura. Optimista próbálkozás volt, a távolság meglehetősen nagy volt, ez azonban nem zavarta Szabót. De természetesen nem született belőle gól. Ide-oda pattog a labda, és a kapufán csattan. Hát nem járt messze a harmadik góltól Perbál. Nézzük talán most, hát ebből biztosan nem lesz gól. Szili Ákos próbálkozott. Jobban mondok, Kuti István volt, az elnézést. Szili a gólt szerezte még a találkozó elején. Ő egyébként csereként lépett pályára. Meglehetősen jó cserének bizonyult, majd a későbbiekben fogják látni, hogy miért. Csiki Dávid óriásit fogott Tahitótfalu kapusa. Az bizony majdnem a jobb alsóban landolt. Hát nem áll le Perbál, nyilván nekik a gólkülönbség sem mindegy. Nyilván szerették volna minél jobb gólarányjal zárni ezt a mérkőzést. Csiki azonban egyelőre úgy tűnik megakadályozza ebben a perbáli csapatot. Megint egy nagyot fogott hazai a kapusa. Szabó Róbert emel kapura, a kapufán csattan a labda. Ezt azonban nem tudja hárítani sem Csiki, sem a Fortuna. 0-3. 81. perc. Kámán Bence góljával. És még egy lehetőség. 0-4. És ezt a gólt Szili Ákos szerezte, vagyis hát ezt is Szili Ákos szerezte, aki ugyebár, mint már említettem, csereként lépett pályára, kiváló cserének bizonyult, tehát ugyanis két gólt szerzett. Perbál viszont 4-et, Tahitótfalu, Perbál 0-4. Két hasonló képességű, ám teljesen eltérő formában lévő csapat találkozott Dunabogdányban. Sziget Gyöngye egy meglehetősen rossz szériában van, ugyanis egy vereség hullám söpör végig a csapaton. Noha az elmúlt három fordulójából egyet megnyert, egyet döntetlenre hozott a csapat. A harmadik mérkőzését elveszítette, de előtte zsinórban öt találkozón is kikapott a Sziget Gyöngyei gárda. Dunabogdány viszont ebben a szezonban, hát ha nem is parádézik, de azért hozza a mérkőzéseit. Nyilván szerette volna legyőzni Sziget Gyöngyét, ugyanis az odavágón még ősszel 3-2-re győzött a most zöld mezben pályára lépő csapat. Hát meglátjuk rövidesen, hogy sikerült-e a visszavágás a dunabogdányi futballistáknak. Úgy tűnik sikerülni fog, hiszen megszerzi a vezetést a hazai gárda. Krejsz Bendegúz a 14. percben gurított a bal alsóba. 1-0 tehát. Jó kezdődik a mérkőzés Dunabogdánynak. De hát természetesen nem adják föl a monostoriak. Egy remek egyéni megoldást láthattunk Rudolf Gábornak, azonban ez egy délutáni csemege volt. Könnyedén hárított a bogdányi kapus. Itt viszont egy óriási védelmi hiba Sziget Gyöngyei részről, 2-0. Hát ezt összehozták a védők. Krejsz Bendegúz pedig kihasználta. 24. perc. Érik tehát a bogdányi győzelem, most már nagyon. Az egy jó lövés! A felső kapufáról, jobban mondva a Filó kapufáról csattant mellé a labda. Nézzük még egyszer a lövést, Boros Roland eresztette el a balost. Hát nem járt messze a góltól. Boros, szép lövés volt. Ez is szép. És 3-0. Bacsi Márkis kilövi a bal alsót. Hát Dunabogdány egyelőre parádézik. 30 perc, 3 gól. Nem nagyon van miről beszélni. Teljesen szétesett Sziget Gyöngye a mérkőzés elején. Boros Roland ugyan megpróbált gólt szerezni, de Rudolfot találta el. Hát egyelőre Dunabogdány lemossa a pályáról a vendégcsapatot, de hát még messze nincs vége a mérkőzésnek. Ez már a második játékrész. Rudolf Gábornak kellett mellé tenyerelnie a labdát.
Hát azért megpróbál feljönni Sziget Gyöngye. Nyilván nekik sem mindegy, hogy hogyan zárják a szezon, de hát jócskán visszaestek ők a tabellán, itt már csak a hetedik helyen áll a csapat, Duna Bogdány pedig a negyedik. Itt viszont Sziget Gyöngye szépít, 3-1. Dóvizi Tamás az 51. percben talált a kapuba. Hát van még hátra bőven. Lehet menni előre. Majd 40 perc van még hátra egyébként a mérkőzésből. És már csak két gól Sziget Gyöngye hátránya. Dóvizi ismét. Ez egy combos kísérlet volt. Rudolf Gábor azonban megfogta. Marad a 3-1. De most nagyon nyom Sziget Monostor. Megint egy vendég lehetőség. Hát ez azonban jócskán elkerülte a Bogdányi kaput. Egy középre adás. És reklamálnak a játékosok, a játékvezető pedig kiszalad az asszisztenséhez. Nézzük Szalma Balázs mit ítél. 11-est ítél Szalma Balázs játékvezető. De miért? Vélhetően azért, mert úgy látta az asszisztens, hogy a Sziget Monostori játékos ért bele kézzel a labdába. Hát ez véleményes, nézzük azért meg, innen nem nagyon lehet látni. Annyi talán biztosnak tűnik, hogy valamelyik játékos kézzel ért a labdához, de hogy melyik, azt innen pontosan nem lehet megállapítani. Hát a Duna Bogdányiak szent meggyőződése, hogy ez egy Sziget Monostori kézről pattant le. Itt viszont gól, a büntetőt természetesen értékesíti Klement József. 78. perc, 3-2. Hát itt a főszereplő sárgában, a játékvezető. Hát ez nem biztos, hogy büntetőt ért. De higgyünk neki, legalábbis próbáljunk meg. 3-2, nagyon-nagyon izgalmas utolsó 10 perc következett. Ekkor Molnár Balázs fejelt a kapufára. Gólt azonban nem láthatott már a közönség, akik voltak szép számmal a mérkőzésen. Duna Bogdány nagy nehezen, de legyűrte Sziget Monostort és visszavágott. 3-2-re nyertek a hazai futballisták. Gólokból megint nem volt hiány a megye harmadosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportjában. Az 5 meccsen összesen 33-szor rezdült a háló, ami több mint 6 gólos átlag per meccs. A legszorosabb küzdelem Szokolyán volt, ahol egy Nagymaros távozott egy ponttal a 3-3-as végeredményt követően. Rádon egyel több gólt láthattak a nézők, 4-3-ra győzött a hazai együttes, Pencen viszont a vendégek örülhettek az 5-3-as csővári sikert követően. A zebegényi futballpályán nem történt semmi meglepetés, a listavezető és már bajnok Püspök 67-0-ra győzött. A csoport 5. mérkőzésén Szob 4-1-re múlta felül Márjan Osztrát. Ahogyan már említettem, Püspök 60 már hetekkel ezelőtt bebiztosította bajnoki címét, és a szezon hajrájára már csak a 2.-3. helyért vannak harcban egymással a felek. Pontosabban voltak, ugyanis múlt hétvégén a 2. hely sorsa is eldőlt, melyet Csővár szerzett meg. A dobogó 3. fokáért viszont a végsőkig áldász küzdelem zajlik Szob, Nagymaros és Rád között. Az utolsó forduló előtt Szob van a legkedvezőbb pozícióban, ám ez még jócskán változhat. Zebegénynek sajnos idén sem sikerült az előrelépés, megint nem tudott elmozdulni az utolsó helyről a csapat, és már hosszú hetekkel ezelőtt eldőtt, hogy sereghajtó pozícióban fog zárni a zebegényi gárda. Az utolsó körben sem lesz könnyű dolguk a fiúknak, ha legalább egyszer szeretnék megízlelni a győzelem zamatát, hiszen a 2. helyen végző Csővár vendégei lesznek, május 28-án 17 órától. Tahitótfalu és Duna Bogdány mérkőzését az imént láthatták, Visegrád pedig Pili Szent Ivánon küzdött a pontokért az északnyugati csoport utolsó előtti körében. A küzdelem végül eredménnyel is párosult, gólt nem kapott Visegrád, ami jó jel, ám sajnos nem is tudott rúgni, így a mérkőzés 0-0-es döntetlennel ért véget. Ürömnek könnyen lehet, hogy a bajnoki aranyába fájt a pátyon hagyott 2 pont, míg Pili Szántó a kinkeserves 1-0-ás győzelmével nagyon úgy fest megnyeri a bajnokságot. Egy forduló azonban még itt is hátra van, ahol még sok minden változhat. Duna Bogdány a Sziget Gyöngye ellen aratott sikerével bebiztosította 4. helyét a tabellán, mint ahogy Buda Jenő is az 5. pozícióját, így kettejük utolsó fordulóban vívott meccse már csak amolyan presztízs csata lesz. Visegrád és Tahitótfalu sorsa szintén már eldőlt, a történelmi város csapata a 10., míg Tahitótfalu a 11. pozíciót tudta csak megszerezni ebben a csoportban.
Egyszer azonban még pályára lépnek figyelemmel követett csapataink. Ahogy már szót ejtettem róla, Duna-Bogdány Putejen önlép pályára. Tahitótfalu és Visegrád viszont odahaza, előbbi üröm, utóbbi pedig Pilis Szántó ellen. A bajnoki cím tehát a Dunakanyarban fog eldőlni, a kérdés már csak az melyik pályán. Halálának 101. évfordulóján Görgei Artúr tábornokra emlékeztek Visegrádon. A visegrádi Mátyás király cselkész csapat tagjai adtak műsort idén a Görgei Artúr halálának évfordulóján tartott ünnepségen, melyet a Görgei emlékév keretében tartottak meg. A programsorozatot tavaly indította az önkormányzat a hadvezér elhunytának 100. évfordulója alkalmából, és 2018-ban születésének 200. évfordulójával ér véget. Az elmúlt évben számos rendezvénnyel, ünnepséggel, kiállítással, konferenciával, előadással, valamint szakmai tanulmányokkal és cikkekkel tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka hadügyminisztere előtt. Az önkormányzat szoborpályázatot is hirdetett az alkalomból, melyen rangos művészek vettek részt meghívásos alapon. A győztes alkotást pedig pontosan egy év múlva ugyanezen az évfordulón állítják fel a városban. A hagyomány szerint május végén a Görgei lépcsőn gyűlnek össze a város lakói, akik koszorúzással emlékeznek a hadvezérre. Gróf Boglárka elmondta, a 98 éves korában elhunyt Görgei Artúr halálának dátuma május 21-e, egyben a Magyar Honvédelem napja is. 1849-ben ezen a napon aratta a hadvezér egyik legnagyobb diadalát, amikor a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 3 hetes ostrom után hadseregével visszafoglalta a budai várat. Ennek emlékére 1992-től a Magyar Honvédelem napjává nyilvánították a jeles dátumot. A cserkészek ezt követően rövid memoárokkal emlékeztek a tábornokra. A kiváló történész Katona Tamás szavait idézve, Mátyás király és Bethlen Gábor óta ekkora hadvezér nem nyargalt a magyar csapatereken. Tehetséges kémikus, a levert szabadságharcot követő nemzeti fájdalom okozta keserű vádak célpontja az 1849 utáni Kossuth emigráció politikailag rosszul értelmezett értékeiért feláldozott, megbélyegzett hős és bűnbak. Nem mártír halállal, hanem életének 1849 utáni belső számkivetettségben, a közvélemény jelentős részének megvetésével sújtott, képességeihez méltatlan 67 évével kellett megfizetnie, el nem követett bűnéért. A cserkészek felelevenítettek egy-egy pillanatot Görgei hadvezéri leszerelését követő és időskori időszakából, majd Félegyházi András polgármester és Gróf Péter régész megkoszorúzta az emléktáblát. A közismert római katolikus lelkipásztor Pál Feri atya tartott előadást a Pócsmegyeri rendezvényközpontban. Megtelt a rendezvényközpont nagy terme Pál Feri atya előadásán Pócsmegyeren. A környező településekről, Tahitótfaluból, Kisorosziból és még Dunabogdányból is érkeztek emberek, hogy meghallgassák a közismert katolikus lelkipásztor beszédét. Szőcs Péter, a helyi kulturális rendezvények szervezője elmondta, ezzel az alkalommal egy programsorozat végéhez értek, melynek keretében gondolkodókat hívtak meg a településre előadást tartani. Először Lár András színész humorista a buddhizmusról, majd Kövesdi Krisztina a családállításról, végül Pál Feri atya, miben segíthetnek nehézségeink és akadályaink címmel tartott előadást. A közvetlenségével és humoros történeteivel egyéniséggé váló Pál Feri atya válogatott atléta volt. 1987-ben magasugrásban magyar bajnoki címet szerzett. 1996-ban Esztergomban szentelték pappá, azt követően a Terézvárosban, Rákoskeresztúron, majd az óbudai Kövi-Szűz Mária plébánia templomban szolgált. 2005-től mentálhigiénés tanácsadóként dolgozik a Semmelweis Egyetemen.
Papi pályafutásának kezdetétől heti rendszerességgel tart hittanórákat, illetve előadásokat pszichológiai és teológiai témakörökben. Érinti akár a spiritualitás és a társadalomtudományok kérdésköreit is. Eszmefuttatásai során boncolgatja a közösségi és a családi konfliktusokat, a személyes lelki egyensúly kérdéseit, a párkapcsolati, házassági problémákat, ugyanakkor kitér a természet feletti jelenségekre is. Pál Feri atya 2 éve minden kedden a Dürer rendezvényközpontban tart élő online is követhető előadásokat, amelyek nem csak a katolikusoknak, hanem bárki számára érdekesek lehetnek, ugyanis a lelkipásztor fontosnak tartja, hogy mindenkihez eljuthassanak üzenetei. Struktúrált, szakirodalmi mélységű beszédeit tanulságos, ugyanakkor megmosolyogtató történetekkel teszi érdekesebbé és befogadhatóbbá a közönség számára. Gyakran példázik saját és mások valós élethelyzeteivel, illetve a Biblia is forrása téziseinek. Előadásain a hallgatók száma alkalmanként az 1000 főt is meghaladja. A résztvevők körében ugyanis spontán közösségszerveződés kezdődött. A számos kitüntetése mellett a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével, illetve a Prima Primissima közönségdíjjal is elismert Pál Feri atyának több kötetét is kiadták már. Előadásainak anyagai mellett publikációi, valamint társszerzőként számos pszichológiai témájú kiadványa is megjelent. Pócsmegyeri előadásán az élet drámaiságáról beszélt. Kiemelte, csak azt követően kezd igazán élni valaki, miután megkapta halálos sebét. A sérülései ugyanis vagy kioltják életét, vagy megerősítik az embert, akinek szabad akaratán múlik, hogy sajnálkozik sorsán, vagy új erőre kapva építkezésbe kezd. Vannak olyan drámaiságok is, amelyeket nem büntetésként kap az egyén. Aki énközpontú, az viszont sorscsapásként éli meg a rámért nehézségeket. Az atya arra próbált rávilágítani, hogyan lehet elhordozni, illetve hogyan tudják gazdagítani az ember életét ezek a terhek. A tartalmas előadást vastapssal köszönte meg Pál Feri atyának a közönség. Kedves nézőink, most pedig tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Jeges Ernő festőművész vázlataiból és grafikáiból nyílik kiállítás a Zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban. Az időszakos tárlatot június 3-án szombaton 15 órakor Bodonyi Emőke művészettörténész nyitja meg. Beszédet mond Hutter Jánosné polgármester, hegedűn játszik Paulovics Boglárka és Koros Fekete Fanni. A Káli Enikő által berendezett kiállítást augusztus 27-ig lehet megtekinteni. A trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján megemlékezést tartanak Tahitót faluban. Június 4-én vasárnap 16 órakor a Váci-Révi út melletti Trianon emlékműhöz várják a lakosságot. A rendezvényen köszöntőt mond Sajtos Sándor polgármester, Kubanek István, a Kulturális Bizottság elnöke, valamint Babucs Zoltán hadtörténész. Szolgálatot tart Árva-Völgyi Béla református lelkész. Fellép a Dráva Szögi Szent László település Petőfi Sándor kultúregyletének rozmaringének kara, a Sziget Hangja ökumenikus kórus, a Katonai Hagyományőrző Egyesület, Kis Gyé László Liszt Ferenc díjas tárogató művész, valamint Csóri Julianna és Kálna Natália. Most pedig következzenek híreink még egyszer, röviden. Molnár Csaba polgármester és a 4 képviselő, Benedek Károly, Havas Henrik, Surányi Péter és Kovács Sándor eskütételére került sor. Kisoroszi fejlődésének előmozdítása érdekében. Kisoroszi fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesíten. Lelkiismeretesen teljesíten. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
A Mészöly Miklós Egyesület és Kisoroszi Önkormányzata 2016-ban indította útjára a Hely Szelleme, a Hely Jelentősége az Új Magyar Próza Irodalomban című rendezvénysorozatot, melynek második alkalmán a település által nemrég megvásárolt újvári műteremben gyűltek össze az irodalombarátok és a meghívott előadók. Az eseménysorozat alapvető célja Kisoroszi irodalmi hagyományainak ápolása és felélesztése írók, irodalomtörténészek, esztéták, kritikusok és szemtanúk közreműködésé. Szörényi László távollétében Jankovics József, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Márton László író, az író elvonul, az írás magánya és a társas élet címmel tartott előadást. A rendezvény délutáni programja Nádas Péter előadásával folytatódott. A Kossuth díjas író elsőként egy közös sétára invitálta a résztvevőket az újvári műteremhez tartozó hangulatos kertben, majd Bagi Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem tanára beszélgetett a szerzővel. Semmi meglepetés, a bajnoki címre hajtó Perbán 4 gólt vágott a Hitotfalu hálójában megye 3-as labdarúgó bajnokság északnyugati csoportjában. Dunabogdányban jóval nagyobb izgalmak voltak, a hazai gárda egy pattanásig feszült mérkőzésen 3-2-re győzött Szigetgyöngye ellen, amivel Bogdány bebiztosította negyedik helyét csoportjában. Visegrád Pilis-Szent Iváni vendégjátékán nem láthatta gólt a nézők. Az utolsó fordulóban Tahitotfalu Ürömöt, Visegrád Pilis-Szántót fogadja, míg Dunabogdány Budajenőre, Zebegény pedig Csővárra látogat. A visegrádi Mátyás király cserkész csapat tagjai adtak műsort idén a Görgei Artúr halálának évfordulóján tartott ünnepségen, melyet a Görgei emlékév keretében tartottak meg. A programsorozatot tavaly indította az önkormányzat a hadvezér elhunytának 100. évfordulója alkalmából, és 2018-ban születésének 200. évfordulójával ér véget. Az elmúlt évben számos rendezvénnyel, ünnepséggel, kiállítással, konferenciával, előadással, valamint szakmai tanulmányokkal és cikkekkel tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka hadügyminisztere előtt. Az önkormányzat szoborpályázatot is hirdetett az alkalomból, melyen rangos művészek vettek részt meghívásos alapon. A győztes alkotást pedig pontosan egy év múlva ugyanezen az évfordulón állítják fel a városban. A hagyomány szerint május végén a Görgei lépcsőn gyűlnek össze a város lakói, akik koszorúzással emlékeznek a hadvezérre. Gróf Boglárka elmondta, a 98 éves korában elhunyt Görgei Artúr halálának dátuma május 21-e, egyben a Magyar Honvédelem napja is. 1849-ben ezen a napon aratta a hadvezér egyik legnagyobb diadalát, amikor a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 3 hetes ostrom után hadseregével visszafoglalta a budai várat. Ennek emlékére 1992-től a Magyar Honvédelem napjává nyilvánították a jeles dátumot. A cserkészek ezt követően rövid memoárokkal emlékeztek a tábornokra. Felelevenítettek egy-egy pillanatot Görgei hadvezéri, leszerelését követő és időskori időszakából, majd Félegyházi András polgármester és Gróf Péter régész megkoszorúzta az emléktáblát. Megtelt a rendezvény központ nagy terme Pál Feri atya előadásán Pócsmegyeren. A környező településekről, Tahitótfaluból, Kisorosziból és még Dunabogdányból is érkeztek emberek, hogy meghallgassák a közismert katolikus lelkipásztor beszédét. Szőcs Péter, a helyi kulturális rendezvények szervezője elmondta, ezzel az alkalommal egy programsorozat végéhez értek, melynek keretében gondolkodókat hívtak meg a településre előadást tartani. Először Lár András színész humorista a buddhizmusról, majd Kövesdi Krisztina a családállításról, végül Pál Feri atya, miben segíthetnek nehézségeink és akadályaink címmel tartott előadást. A közvetlenségével és humoros történeteivel egyéniséggé váló Pál Feri atya válogatott atléta volt. 1987-ben magasugrásban magyar bajnoki címet szerzett.
1996-ban Esztergomban szentelték pappá, azt követően a Terézvárosban, Rákoskeresztúron, majd az óbudai Kövi Szűz Mária plébánia templomban szolgált. 2005-től mentálhigiénés tanácsadóként dolgozik a Semmelweis Egyetemen. Papi pályafutásának kezdetétől heti rendszerességgel tart hittanórákat, illetve előadásokat pszichológiai és teológiai témakörökben. Érinti akár a spiritualitás és a társadalomtudományok kérdésköreit is. Fontosnak tartja, hogy mindenkihez eljuthassanak üzenetei. Előadásain a hallgatók száma alkalmanként az 1000 főt is meghaladja. A résztvevők körében ugyanis spontán közösségszerveződés kezdődött. A számos kitüntetése mellett a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével, illetve a Prima Primissima közönségdíjjal is elismert Pál Feri atyának több kötetét is kiadták már. Előadásainak anyagai mellett publikációi, valamint társszerzőként számos pszichológiai témájú kiadványa is megjelent. Pocsmegyeri előadásán az élet drámaiságáról beszélt. Kiemelte, csak azt követően kezd igazán élni valaki, miután megkapta halálos sebét. A sérülései ugyanis vagy kioltják életét, vagy megerősítik az embert, akinek szabad akaratán múlik, hogy sajnálkozik sorsán, vagy új erőre kapva építkezésbe kezd. Vannak olyan drámaiságok is, amelyeket nem büntetésként kap az egyén. Aki énközpontú, az viszont sorscsapásként éli meg a rámért nehézségeket. Az atya arra próbált rávilágítani, hogyan lehet elhordozni, illetve hogyan tudják gazdagítani az ember életét ezek a terhek. A tartalmas előadást vastapssal köszönte meg Pál Feri atyának a közönség. Jeges Ernő festőművész vázlataiból és grafikáiból nyílik kiállítás a Zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban. Az időszakos tárlatot június 3-án szombaton 15 órakor Bodonyi Emőke művészettörténész nyitja meg. Beszédet mond Hutter Jánosné polgármester, hegedűn játszik Paulovics Boglárka és Koros Fekete Fanni. A Káli Enikő által berendezett kiállítást augusztus 27-éig lehet megtekinteni. A trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján megemlékezést tartanak Tahitót faluban. Június 4-én vasárnap 16 órakor a Váci-Révi út melletti Trianon emlékműhöz várják a lakosságot. A rendezvényen köszöntőt mond Sajtos Sándor polgármester, Kubanek István, a Kulturális Bizottság elnöke, valamint Babucs Zoltán hadtörténész. Szolgálatot tart Árva-Völgyi Béla református lelkész. Fellép a Dráva-Szögi Szent László település Petőfi Sándor kultúregyletének rozmaringének kara, a Sziget hangja ökumenikus kórus, a Katonai Hagyományőrző Egyesület, Kis Gyé László, Liszt Ferenc díjas tárogató művész, valamint Csóri Julianna és Kálna Natália. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!